szegénységből építették fel magukat. Tehát a Zsuzsanna a finnországi oktatási rendszerről szóló előadása során azt elemezte, a környezeti tényezők miként hatottak a magyar és a finn oktatási rendszer kialakítására. Az előadó rövid történelmi áttekintést tartott, kiemelve ebből a reformkort, hiszen addig a pontig nagyon hasonlóan épült fel és alakult ki a finn és a magyar demokrácia. Ugyanakkor a világháborút követően két nagyon különböző oktatási rendszer alakult ki. Életben kellett maradni Finnországban, akkor már saját szuverén állam volt, nekünk pedig itt el kellett végezni azokat a politikai, illetve oktatási dolgokat, amiket hol sikerrel, hogy ke hol kevésbé sikeresen sikerült elvégezni. De Trezúzsá a jellemző különbségekről is beszélt a délután folyamán. A jellemző különbség az, hogy sokkal nagyobb az a háló, ami az általános iskolás gyerekeket védi. A komprehenzív oktatás az alapja a finn általános iskolás oktatási rendszernek, és 6-tól 15-16 éves korig foglalja magába a tanulókat, és utána közvetlen, akinek olyan a szociális helyzete, közvetlen a munkavilágába is egy rövidebb tanfolyam után beléphet, vagy pedig mehet ugyanúgy gimnáziumba, tehát középfokú képzés, szakképzésbe, és nagyon átjárható. A finn oktatási rendszerről szóró előadás sorozat egyben kísérő programja a pedagógiai könyvtár előtt berendezett kiállításnak, mely finn tanárokat mutat be. A tárlat szeptember 30-áig látogatható.